A Szolnoki Sportiskola versenyzői nagyon-nagyon jól mutatnak a dobogón. De kíváncsiak vagyunk, hogyha megörökítjük őket egy dicsőségtablón, akkor hogy néznek ki? És méltó helyen a Városi Sportcsarnokban egy éven keresztül a legjobbjaink tablón láthatnak. Így indult a Szolnoki Sportiskola már hagyományos évzáró ünnepsége. 5 éve ilyenkor mindig leleplezik azt a tablót, mely az adott esztendő legeredményesebb versenyzőinek és edzőinek képét tartalmazza. 3, 2, 1! Hoppá! Az idei ünnepség rendhagyó volt, hiszen néhány éves kihagyást követően 20 évvel ezelőtt alapították újra meg a Szolnoki Sportiskolát. A színpadon és a nézői sorok közt is ott voltak az alapítók. Az első a cél az, hogy a tehetséges gyerekeket Szolnokról kiválogatni és szakosztályokba tömöríteni. És 93 nyarán a labdarúgásban például, mint a sportcentrum foci suliaként első korosztályt jelentette a sportiskolának. Az 1993-as újjáéledést követően az intézmény első igazgatója Szalai Ferenc volt. Elmondhatjuk, hogy az az alapgondolat, ami miatt a sportiskolák működnek, és akkor is amiért létrehoztuk, hogy a pénzek, amelyek az utánpótlásra kell, hogy fordítódjanak, azok valóban rátok gyerekekre legyenek elköltve. Ez volt az alapja. Az ünnepségen külön köszöntötték az elmúlt 20 év alapítóit és edzőit, valamint jutalmazták azt a 128 versenyzőt és 45 edzőt, akik a sportiskolák versenyében a második helyre juttatták a Szolnoki intézményt 2013-ban. Katrinec Rita 2013-ban kajakkenu sportágban ifi világbajnok lett. Én nagyon szeretem ezt a sportiskolát, mindenben támogatnak az edzők is, a vezetők is. És hát itt nőttem fel Szolnokon, gyönyörű környezetben, a kertvárosban, tehát minden adott volt, hogy sportoljak. Szilágyi Réka atlétikában ifjúsági világbajnokság 4. helyezést ért el idén. Ezt az évet úgy gondolom, hogy egészen jól zártam. Sikerült kijutnom a ifjúsági világbajnokságra az edzőmmel, Banyiszki Gézával, akinek nagyon hálás vagyok, hogy az elmúlt években és most is nagyon segít a munkámban, mert enélkül nem juthattam volna el ide, ahol most vagyok. A sportiskola keretein belül jelenleg 7 sporták 9 szakosztályában több mint 700 fiatal sportol. Idén 30 magyar bajnoki címet és 15 országos diákolimpiai bajnoki címet szereztek, valamint 31 szolnoki fiatal tagja sportágában az utánpótlás válogatott keretének.